reggelt kívánok, köszöntöm Önöket az ATV híradójában, én Gajdos Tamás vagyok. Szolidaritási látogatást tett Izraelben a köztársaság elnök, a magyar túszok családtagjaival is találkozott. A 128. kárpátaljai dandár 28 katonáját ölte meg egy orosz rakéta Zaporizsjában. És szinte minden PET palack és üdítős doboz visszaváltható lesz, mindjárt mondjuk a gyakorlati tudnivalókat is. Szolidaritási látogatáson fogadta Novák Katalint az izraeli elnök, a magyar köztársasági elnök. Azt mondta, Magyarország elítéli a Hamasz támadását, Izraelnek pedig minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát. Novák Katalin találkozott a Hamasz által elrabolt magyar túszok családtagjaival is. Ausztráliai útjáról hazafelé tartva Izraelben tett látogatás Novák Katalin, hogy kifejezze szolidaritását a zsidó állammal. A köztársasági elnököt hivatalában fogadta Yitzhak Herzog, izraeli államfő. Novák Katalin a közösségi oldalán azt írtam, ami Izraelben történik, az sosem lehet közömbös Magyarországnak. Magyarország kiáll Izrael mellett, Izraelnek joga van az önvédelemre. A magyar államfő azt is kérte az izraeli elnöktől, hogy a válaszcsapások kerüljék el a civil célpontokat, a humanitárius segélynyújtást pedig tegyék lehetővé Gázában. Novák Katalin a Hamász által elrabolt magyar származású túszók családtagjaival is találkozott. Fennáll annak a valószínűsége, hogy Izrael előbb-utóbb megelégeli a Hezbollah provokációt. Az Egyesült Államok Libanon azonnali elhagyására kérte az amerikai állampolgárokat. Kaiser Ferenc szerint a Hezbollah folyamatos tűzérségi akcióira Izrael nagyobb katonai erővel is válaszolhat. Ebben az esetben ugye eszkalálódhat a konfliktus, tehát Libanon is bevonódhat a háborúba. Ugye a Hezbollah ilyen húzmegerezmeg stratégiát folytat, ugye Hassan Nasrallah, a Hezbollah vezetője a közelmúltban, tegnapi napon azt hiszem elmondott egy televíziós beszédet, amiben nagyon óvatosan fogalmazott. Tehát nagyon sokan azt várták, hogy bejelenti az izraeli háború kiszélesítését, ehhez képest nem jelentett be semmit, tehát valószínűleg a Hezbollah a maga részéről beéri ezekkel az időnkénti kisebb intenzitású támadásokkal. Nagy valószínűséggel most már nem várnak tovább. Az izraeli hadsereg 4 órás időkeretet szabott meg a gázai övezet északi részén élő civileknek a tengerparti régió déli részére való meneküléshez. A harcok miatt szeretné Izrael minél jobban megtisztítani az északi részt, hogy a hőkamerás felvételek, a felderítések alapján csak terroristákja mérjen csapást. Ez az útvonal, ami a gázai övezetnek a középső részén található, ezt jelölte ki Izrael, hiszen a tengerparton, illetve a gázai övezet egyéb részein még folynak a műveletek a Hamasz ellen, súlyos harcok folynak. Ez az a terület, amit viszonylag biztonságosan megtehetnek a civilek. A szakértő azt mondta, a gázai övezet északi részén élő 1,1 millió palesztinból eddig körülbelül 500 ezeren tehettek eleget a felszólításnak, és vonultak délre. Kifejezetten az izraeli civilek elleni támadásra utasították a Hamasz vezetői azokat a fegyvereseket, akik részt vettek az október 7-i pogromban. Ez derül ki azokból a vállomásokból, amelyeket az elfogott terroristák az izraeli belbiztonsági szolgálatnak tettek. Közben a palesztin elnök azonnali tűzszünetet sürgetett, amikor fogadta az amerikai külügyminisztert. A hajánál fogva ráncigálták elő egy terepjáró csomagtartójából a Hamas terroristák, ezt a több helyen vérző izraeli lányt október 7-én Gázában. Naama Levi, akinek a videóját a fegyveresek feltették az internetre, azóta sincs meg. A 19 éves lány édesanyja azt mondja, szüntelenül csak a gyerekére gondol. A lányom békeaktivista volt. Részt vett egy ifjúsági programban, amely izraeli-palesztin-amerikai fiatalokat hozott össze, zsidókat és arabokat, mondta a kétségbe esett nő. Visszatért a dél-izraeli zenei fesztivál helyszínére ez a túlélő. A Hamas terroristák több száz fiatalt mészároltak le október 7-én, de Laura Kadar Blajman a lakókocsiában átviselte a horrort. Amikor jöttek a fegyveresek, a férjemmel elbúcsúztunk egymástól. Azért imádkoztam, hogy minél hamarabb halljak meg, mert az is jobb, mint túsznak lenni, mondta a túlélő.
A Hamas 1400 ember gyilkolt meg bestiális kegyetlenséggel Dél-Izraelben az októberi pogrom idején. Sok áldozatot még mindig nem tudtak azonosítani, mert lényegében semmi nem maradt belőlük. A CNN-nek az egyik azonosítást végző orvos elmondta, több áldozat maradványai összeégett fára emlékeztetnek. Ennyi maradt egy felnőttből és egy gyerekből, akiket a terroristák összekötöztek. Ezeket az áldozatokat pedig valamilyen vegyi anyaggal gyújthatták fel. DNS nem maradt belőlük. Az izraeli hadsereg folytatta a Hamas létesítményeinek felszámolását a gázai övezetben. A terrorszervezet azt állítja, hogy csaknem 50-en meghaltak, amikor rakétacsapás ért egy menekülttábort. Az iszlamista terrorszervezet folytatta a rakétatámadásokat Izrael ellen. Mint írták, a megszállt területeket lőtték, a zsidó államra utalva. Közben az amerikai külügyminiszter váratlanul Ramallahba érkezett. Anthony Blinken fogadta a palesztin elnök. Mahmoud Abbas jelezte, a palesztin hatóság kész átvenni Gázát a palesztin állam részeként. A közelben helyiek tüntettek. Az amerikai diplomácia irányítója a hétvégén tárgyalt a katari, a szaudarábiai, az egyiptomi és a jordániai külügyminiszterrel is, akik tűzszünetet sürgettek. Blinken szerint azonban az csak a Hamasnak kedvezne, amely a tűzszünetet kihasználva megerősítené sorait. A 128. kárpátaljai dandár 28 katonájával végzett egy orosz rakéta Zaporizsjában. Ezt egy ukrán parlamenti képviselő közölte, hozzátéve, hogy 53-an megsebesültek, köztük civilek. Kárpátalján háromnapos gyászt hirdettek. Közben Kijevben járt az Európai Bizottság elnöke, aki hitet tett amellett, hogy Ukrajna év végéig elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val. Ezeket a felvételeket a közösségi médiában tették közzé az orosz rakétatámadásról, amely a 128. kárpátaljai dandárt sújtotta Zaporizsjában. A katonáknak éppen kitüntetéseket készültek átadni a parancsnokok még pénteken, amikor becsapódott az orosz rakéta. Mihajlo Volinets, ukrán parlamenti képviselő szerint 28 katona meghalt, 53-an megsebesültek, köztük civilek. Rusztem Umarov ukrán védelmi miniszter teljes körű vizsgálatot és a felelősök megbüntetését ígérte. Kárpátalján háromnapos gyászt rendeltek el. Az ukrán légierő parancsnoka megerősítette, hogy az oroszok által megszállt Krím-félszigeten az ukránok megsemmisítettek egy cirkáló rakéták kilövésére alkalmas orosz hadihajót. Mikola Olescsuk szerint a francia gyártású robotrepülőgép az orosz haditengerészet egyik legújabb hajóját rombolta le a Kercsi-Zalév hajógyárban. Kijevben járt a hétvégén az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hitet tett amellett, hogy Ukrajna évvégéig megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a létezésükért harcolnak, és ezzel egy időben reformálják meg az országot, az igazságügyi rendszert, csökkentik az oligarchák szorítását, harcolnak a pénzmosás ellen, fejtegette a bizottsági elnök. Az ukrán elnök válaszában arról beszélt, hogy új korrupció ellenes törvény készül a kijevi parlamentben. Nincs más választásunk, mint harcolni, különben oda kéne adnunk az ország harmadát, és az csak a kezdet lenne, mert Putyin azzal nem fejezné be, jelentette ki Zelenszkij. Közben az orosz hadügyminisztérium bejelentette, hogy sikeresen tesztelték a Bulava ballisztikus rakétát, amely nukleáris robbanófejek célba juttatására alkalmas. A tengeralattjáróról indított interkontinentális rakéta több ezer kilométer megtétele után talált el a célpontot a Kamcsatka-félszigeten. Magyarország problémáit nem az a térség fogja megoldani, így fogalmazott híradónknak az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője Orbán Viktor türk tanácsban való szereplésével kapcsolatban. Szent Ivány István szerint ugyanis a csoportban egyedül Törökország számít komoly partnernek gazdasági szempontból Magyarország számára. A politikai elemző úgy látja, a keleti nyitás stratégiájához jól illeszkedik a türk tanácsban való részvétel. Az energetikai szakértő pedig arról beszélt, hogy az energiahordozók szállításával kapcsolatban felmerülnek bizonyos kérdőjelek. Elnök urak, az elmúlt időszak globális fejleményei viharosak voltak. Az európai politika súlyos kihívásokkal néz szembe Orbán Viktor szerint. A miniszterelnök a türk tanácsban arról beszélt, az most a kérdés, hogy mi Európa érdeke, a világgazdaság blokkosítása,
vagy a globális összeköttetések fejlesztése. A blokkosítás az európai-orosz gazdasági együttműködés szálainak elvágását és a keleti gazdasági kapcsolatok korlátozását jelenti. A másik irányzat ebben a vitában, az, ahova mi magyarok is tartozunk, az erősíteni akarja az együttműködést, és egymásra utaltságban lehetőséget lát. Ezek közül az országok közül azonban Szent Iványi István szerint egyedül Törökország számít komoly partnernek gazdasági szempontból Magyarország számára. Az összes többivel nincs igazán jelentős gazdasági kapcsolat, és a távolság miatt, meg az összeköttetések hiánya miatt nem is nagyon lesz. Magyarország nagyon erőlteti, ezért kisebb-nagyobb üzletek köttetnek, de lényegében Magyarország problémáit nem ez a térség fogja megoldani. A politikai elemző úgy látja, a keleti nyitás stratégiájához jól illeszkedik a türk tanácsban való részvétel, miközben Orbán Viktor nyugaton mérsékelten találta meg a szövetségeseit. Türk tanácsban lévő országok többségére azért úgy tekintetünk, mint ugye posztszovjet országokra, amelyekre Oroszország és hát jelenlegi putyini vezetés nagyon nagy hatást gyakorol. Így nyilván azért ezekre az országokkal jóba lenni, az majd, hogy nem azt jelenti, mint hogyha ugyanúgy Putyinnal kerülne egy asztalhoz az ember. Az energetikai szakértő szerint energetikai szempontból a keleti nyitás első lépése az azeri zöld áramprojekt bejelentése volt 2022-ben. Ezt követték az olajjal és gázzal kapcsolatos üzleti kapcsolatok. Ez mind a kettő nagyon érdekes és nagyon jó, mert diverzifikáció, csak felmerülnek a logisztikai kérdések, hogy hogy fog ez az olaj és földgáz eljutni Magyarországra, hogy a földgázban csak egy vezeték van, az pedig a török áramlat, azzal a vezetékkel, Isten ne adja, bármi történne, mint az északi áramlattal, akkor a diverzifikáció semmit nem ért. Balogh József szerint ráadásul csak kis mennyiségekről van szó. Olajban maximum az ország egy havi olajfelhasználásának megfelelő mennyiség érkezhet a térségből. A migráció kiemelt terrorveszéllyel jár, ezt a napokban részben nyilvánossá vált titkosszolgálati jelentés mindenki számára világossá teszi, mondta a Fidesz frakció vezetője a Kossuth Rádió vasárnap reggeli műsorában. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a jelentésből a nyilvánosság is megbizonyosodhat arról, hogy a helyzet súlyos, azt a migrációs gyakorlatot pedig, amit a brüsszeli vezetés folytat, sürgősen fel kell számolni, és minden eszközzel fellépni a terrorizmus ellen. Kabulból és Gázából ideérkezett terroristák döntik el, igen, hogy kiket, milyen áron és milyen útvonalon szállítsanak. A rosszabb hír, hogy az embercsempészetből származó bevételeket a terroristák a terror cselekmények elkövetésének finanszírozására fordítják. Tehát itt a határ környékén embercsempészetből megkeresett pénzből merényleteket fognak finanszírozni. Ez derül ki egyébként a jelentésben. Országos plakátkampányt indít a Demokratikus Koalíció és a Szocialisták és Demokraták Európai Parlamenti Képviselőcsoportja. Az 500 óriás plakát november végéig lesz látható, és az egész országban. Rónai Sándor azt mondta, a DK nem akar olyan országot, ahol az árak emelkednek, a fizetések és a nyugdíjak értéke viszont folyamatosan csökken, ahol csak annak van jó iskolája, és csak azt tud gyógyulni, aki ki tudja fizetni saját zsebből. A magánkórházak, magániskolák és a mindenek felett álló milliárdos elit országa helyett igazságos Magyarországot, az emberek államát akarjuk, ami vigyáz ránk. Európai béreket és nyugdíjakat, erős állami oktatást, egészségügyet és szociális ellátást. Csak egy szociáldemokrata európai Magyarország lehet az Orbán rendszer alternatívája, ezért dolgozunk. A ferencvárosi polgármester szerint az ellenzéki pártok fővárosi többségét is veszélyeztethetik az ellenzék vitái. Baranyi Krisztina a Jelen című lapnak azt mondta, a hajcihő akár odáig vezethet, hogy eltántoríthatja a szavazókat, hogy akár Karácsony Gergely sem nyer. Jelenleg szinte mindenhol kétharmaduk van, de a viták miatt jó pár kerületet bukhatnak. Azt is mondta, szerinte nulla esélye van annak, hogy Karácsony Gergely október 23-ai ígéretének megfelelően létrehozza az ellenzéki pártok budapesti szövetségét. Saját újraindulásáról azt mondta, hogy a kétfarkú kutyapárt, az LMP, a Momentum és a Párbeszéd már jelezte, hogy támogatja őt, de a DK és az MSZP még nem kereste meg. Továbbra sem fogadnak új betegeket a fővárosi Szent János Kórház pszichiátriáján, mert nem tudják befűteni a teljes osztályt, tudta meg az RTL híradó.
október közepén derült ki, hogy az intézmény 4 osztályán is fűtési gondok vannak. A hibát mostanra csak a pszichiátrián nem tudták kijavítani. Az osztályon kezeltek egy részét, emiatt hazaküldték, és csak azokban a kórtermekben maradtak betegek, ahol a fűtés javítása, a radiátorok cseréje már megtörtént. Új beteget nem vesznek fel mindaddig, amíg a problémát el nem hárították. Január 1-től szinte mindegyik PET palack és üdítős doboz visszaváltható lesz. A termékeket 50 forintos betétdíjjal látják el, amit a csomagoláson külön embléma is jelöl majd, és ezt az összeget a vásárló a visszaváltáskor visszakapja. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint szükséges az intézkedés, mivel az eddigi szelektív gyűjtés nem hozta azt az eredményt, amit elvártak tőle. Az én véleményem nagyon jó, hogy ezt kellett volna már legalább 10 év ezelőtt bevezetni. Ez segíti, gondolom, a környezetvédelmet, szóval én jó dolognak tartom, remélem ki is használom majd. Tervezi ezt, hogy ki használja? Igen. És miért? Nem tudom megmondani, nem anyagi okai vannak, hanem egyszerűen, hogy a megfelelő helyre kerüljön az a palack. Így vélekedtek a január 1-től érvényes PET palack, üdítős doboz és üveg visszaváltó rendszerről ezek a budapestiek. 2024. január 1-től ugyanis az eddig szelektív gyűjtőkbe kidobott italcsomagolásokat főleg automatákon keresztül lehet majd visszaváltani. A cél a kivitelező MOL hulladékgazdálkodási ZRT szerint a hatékonyabb újrahasznosítás. Az októberben megjelent kormányrendeletnek megfelelően ezzel a piktogrammal kell ellátni a termékeket. Az 50 forintos kiírás arra utal, hogy ennyivel lesz drágább az adott ital. Az 50 forint az lesz, amit a fogyasztók fognak fizetni, amikor megveszik a palackot, és amit visszakapnak, hogyha visszaviszik a palackot az üzletbe. Magyarországon évente 1,7 milliárd darab PET palack kerül forgalomba, ami 50 ezer tonna. Ezen felül 1,3 milliárd fémdoboz is a boltokba jut, ami 18 ezer tonnát nyom. Ehhez jön még hozzá 300 millió üveg is, a maga 91 ezer tonnájával. Ez összesen 158 ezer tonnányi hulladékot eredményezhet. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség szerint szükséges a rendszer bevezetése. Sajnos a szelektív hulladékgyűjtés nem hozta azt az eredményt, amit vártunk tőle, és az Uniónak vannak előírásai és elvárásai, hogy 2025-re, illetve 2030-ra mennyi újrahasznosított anyagot kell felhasználni, a kibocsátott csomagolóanyagnak 100%-át kell visszaváltani. Az EU 2030-ra mintegy 90%-os újrahasznosítási arányt akar elérni. A rendszer finanszírozása és üzemeltetése még kidolgozás alatt áll, a visszaváltó pontokról viszont többet lehet már tudni. A kormányrendelet szerint minden 400 négyzetméternél nagyobb üzletben kötelező lesz ilyen visszaváltó automatákat létesíteni. A lebonyolító MOHU azonban arra számít, hogy a kisebb üzletek is csatlakoznak majd, és 2025-ig országszerte legalább 5000 ilyen automata lesz. Fontos azonban, hogy az eddigiekkel ellentétben a PET palackokat és a fémdobozokat nem szabad majd összegyűrni, hanem ilyen, vagyis szinte sértetlen állapotban kell visszaváltani, ugyanis a vonalkód alapján történik majd meg a beazonosítás. Az ATV híradót Jegesi András tudósította. Jóval többbe kerül majd az idei karácsony, mint egy évvel korábban, derül ki az Economics elemzéséből. A lap szerint egyes ünnepi termékek esetén akár 60-70%-os is lehet a drágulás mértéke. A lucfenyő ára például 20%-kal emelkedett tavalyhoz képest, a műfenyők esetét pedig az 50%-ot is meghaladja a drágulás. Jelentősen többe kerülnek a karácsonyfadíszek, gyertyák és világító eszközök is. A fenyők esetében a termelők a szűkülő piaccal magyarázzák a drágulást, sokan ugyanis felhagytak a tevékenységet, mivel egyre nehezebben találnak alkalmazottakat és költségek is egyre csak nőnek. Vége a túsz drámának a hamburgi reptéren. Szombaton este egy 35 éves férfi autójával behatolt a reptérre, az egyik kapun és saját 4 éves kislányát tartotta fogva gépkocsijában. A reptéri forgalmat azonnal leállították. A helyszínre pszichológusok és túsztárgyalók is érkeztek. Végül az apa és a kislány is elhagyták az autót, a férfit őrizetbe vették, nem tanúsított ellenállást. A kislány a rendőrség tájékoztatása szerint sértetlen, úgy tudni, hogy gyermekelhelyezési vita állt az ügy hátterében.
Második alkalommal rendeztek Baba Expót Pécsett egy helyi egyesület szervezésében. Az egésznapos programon a cél az volt, hogy minél több témában adjanak segítséget a szülőknek, akár az apás szülésről, akár már a nagyobb gyerekek problémáiról is legyen szó. Nagyon sokan érkeztek a Pécsi Mami Egyesület rendezvényére, ahol mindenki megtalálhatta a neki legérdekesebb témákat. A szülők kapjanak érdemi segítséget. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy fiatal szülőben rengeteg kérdés van, és Pécs egy olyan város, ahol rengeteg nagyon jó szakember és szervezet van, aki segíteni tud. A mi küldetésünk az, hogy az információt eljutassuk a szülőkhez, és azt gondolom, hogy itt most ezen a napon minden olyan téma és szervezet képviselteti magát, aki bármilyen formában segíteni tudja a szülőket. A komáromi házas pár az első gyerekét várja. Ők azt mondták, még akkor is sokat tudnak tanulni, ha az apuka gyerekorvos. Nekem nagyon hasznos, nagyon tapasztalatlan vagyok, nagyon felkészületlennek érzem magam, úgyhogy mindenféleképpen hasznosnak gondolom, főleg a mentőknek a jelenlétét, akinél tudtuk ugye gyakorolni, hogy hogyan is kell ezt az újraélesztést megcsinálni, elvégezni. A Baba Expo programját úgy állították össze, hogy ott ne csak az anyukák találjanak maguknak hasznos tudnivalókat. Nagyon sok édesapa is kíváncsi volt ezekre az információkra, hogy már bizonyos tudással érkeznek magára a szülésre, és nem csak internetről, innét-onnan összeollózva lévő tudással rendelkeznek, hanem egy hiteles embertől tudnak információkat szerezni. Amire nagyon kiegyezzük ezt a dolgot, hogy hogyan is kell fogadni ezt a gyermeket, hogyan is kell vele bánni, belenkázni, öltöztetni, fürdetni, egyáltalán megfogni és gondozni, hogy hogyan is tudunk vele bánni. Hogyan tudjuk megnyugtatni és az anyákat segíteni a várandóság alatt. A Pécsi Baba Expo résztvevői egymás között is megbeszélhették a problémáikat, de akár kis ruhákat is csereberélhettek. Eltévedt és beszorult kisfiút mentettek a tűzoltók az 56-os emlékmű fém oszlopai közül. A gyermek nem találta a kiutat, nem emlékezett, hogy melyik oszlopok között mászott be, ezért a szakemberek egyszerűbbnek látták, ha felfelé emelik ki. Egyikük a létráról mentőkötelet eresztett le, kollégája pedig hármas hurkot kötött a kisfiúra. A fiú nagyon bátran viselkedett a mentés közben. Miután baj nélkül kiemelték, jutalomból még a tűzoltóautóba is beülhetett saját maga és a szülei nagy örömére. Híradunk után pedig mindenki örömére elkezdjük a Start című műsorunkat Köbön Anitával, akivel mindig öröm minden reggel így együtt dolgozni, és azt is örömmel hallgatjuk majd, hogy mondja nekünk, hogy kik lesznek a mai első vendégünk és témáink. Szervusz Anita, jó reggelt! De kedves vagy velem ma reggel is, Tamás, szervusz, jó reggelt, köszöntelek és köszöntöm a kedves nézőinket is. Már is mondom, hogy milyen témákkal készültünk a mai adásban. Természetesen továbbra sem fogunk elmenni az izraeli háború mellett. Több rovatunkban is ez lesz majd a téma, így például a Szemtől Szemben rovatban is, és külön egy háborús blokkot is szentelünk ennek. A két blokkban természetesen különböző aspektusból szeretnénk majd megközelíteni a kérdéskört. Az egyik továbbra is az, hogy mi lesz az ottani civilekkel, akik a gázai övezetben vannak. Ugye most már tényleg több ezer halottja van ennek a háborúnak, és nehéz elmenni a tény mellett, hogy több száz, több ezer gyermek halálos áldozata is van a gázai övezetben, például az izraeli támadásnak. Egyelőre erre komolyabb politikai reakció még nem született, de azt most már egyre többen hangoztatják az például európai politikusok közül, hogy vannak bizonyos olyan jogi keretek, amiknek betartását elvárják Izraeltől. Hogy ez mit jelent pontosan, erről fogunk majd Szemtől Szemben rovatunkban beszélgetni, a háborús rovatunkban pedig próbáljuk majd a politikai, jogi és akár az elkölcsi oldalról megközelíteni azt, hogy mi zajlik most pontosan a Közel-Keleten. És minthogyha egy picit például az európai tüntetések azok a palesztinok oldalán voksolnának, és sokkal inkább életre kelt megint az az antiszemita magatartás forma, amit korábban azért sikerült már, ha nem is csírájában elszorítani, de minden esetre háttérbe szorítani, ezek most felélettek, és hogy mennyire kell ettől félni, mennyire gyűrűzhet tovább, és mi az, ami a leginkább megosztja az embereket, főleg akkor, hogyha ugye a zsidók ellen támad vannak, például nyugat-európai országokban. Erről fogunk majd beszélgetni Fodor Gáborral, aki egyébként jogász és a Közép-európai Rendszerváltást Kutatóintézet alapítója, úgyhogy ezekkel a témákkal készültünk. Rögtön az elején a szigorlatban egyébként Kanász Nagy Máté lesz majd itt velünk.
őtől azt meg fogjuk kérdezni, hogy milyen információra, vagy kitől érkező információra alapozhatja a hvg.hu azt az állítását, mely szerint Vitézi Dávidot indítaná az LMP majd Karácsony Gergellyel szemben a főpolgármester választáson, úgyhogy érdemes velünk maradni. Én mindenképpen veled tartok, Anita, köszönjük szépen az invitálást, reméljük a nézők is, minél többen teszik ezt egészen 8.55-ig, mert hogy addig tart ma reggel is a start plusszal együtt, de közben 7 órakor is jövök még majd friss híradóval, akkor is addig is tartsanak ennek.